perché ho sia sicuro che sia più neanche in una no nem jó, Zsef, télával vagyunk jelenleg. Az úgynevezett fonódó villamos vágányon állunk most. Nézegetek hátrafelé, hogy jön a villamos. Szeretnétek bemutatni ezt a megoldást itt, hogy a Margit híjjal átvezették itt az új villamospályát. Amit egyébként 2015 év elején valamikor, úgy emlékszem, vagy van 2015 januárjában adták át. Biztos videóztam azt a villamos, amelyik akkoriban egyébként a 41-es, meg a 19-es viszonylat is használja. És az érdekes, hogy itt a Tavernél vágánynál, hogy a Margit híd alatt nem volt hely mind a két villamos vágányt átvezetni, ezért egy speciális megoldással oldották ezt meg, de ezt mindjárt megmutatom. Itt így néz ki, hogy a két vágányú szakasz ugye ott a háttérben ott látszik, hogy véget ér, és van itt egy különleges jelző, de ez nyilván ilyen biztosító berendezésű oldalról kell oldani, ugye, hogy az egyvágányú, tulajdonképpen egyvágányú szakaszon egyszerűen csak az egyik irányból közlekedhet jármű. Eddig tart a két villamosvágány, és akkor itt beszűkül egyre, de nincsenek kitérők. Nem a szokásos megoldás, hogy akkor van egy kitérő, és akkor egyvágányú, másik oldal még egy kitérő. Hanem itt a sínek végig megvannak, csak össze vannak húzva így, hogy kisebb helyen elférjenek. És akkor most ne jöjjön semmi. Most itt nem nagyon lehet hol félreállni. És akkor itt a lényeg, hogy látok itt a sineket, így össze vannak húzva, hogy vágányos őszelvénybe így gyakorlatilag elférnek. És akkor csak így át tud menni a híd alatt. Hát ott én most nem fogok tudni átmenni az autóforgalom miatt, de valameddig elsétálunk. Jó, villamos nem jön, akkor menjünk. És akkor hát látjátok, hogy itt szintén van egy kilósat jelző lámpája a villamosnak. Ez a úgynevezett holdfény lámpa, azt nem így hívják. És itt már látszik, hogy megvan mind a két vágány, csak így egymásra vannak húzva, hogy a híd alatt elférjen. Ezt mindjárt megnézzük. Ez is egy villamos. Pont egy 19-es. És hát odaig nem fog másik jönni, akkor ezt meg tudom mutatni, hogy hát igen, így néz ki maga a fonódó vágány. De hídat és a hídnak a túloldal talán nyilván vissza a rendes két vágány nyilván. És úgy látom, hogy szemből is jön egy villamos. Közben átjöttem a túloldalra, hát így néz ki maga a híd alatti szakasz. Hogy itt két vágány nem félt volna el, ezért így tudták megoldani, és nézzétek, csak jön még egy villamos. De ugye egyébként itt is van egy jelző, volt lámpa, de szabad ott kap, úgyhogy mindjárt jönni fog. Lássátok feleim, itt lesz ismét két vágányos. És jön még egy villamos. Na talán most meg tudom mutatni a gyakorlatban is, ez hogy működik. Nyilván valahonnan innen, hogyha az a villamos elindul. Látjátok, ezen a vágányon fog jönni. Ez az ő vágánya, és pont ez fog belefonódni itt a másikba. És akkor gyakorlatilag kitérő nélkül, többé, és itt ezen a részen fog átmenni. Vagy lehet, hogy jön szembe valami, és azért kell várnia. És tényleg. És akkor figyeljétek a fonódást.
Hát nem tudom, mennyit látod a belőle, majd a... Majd nézem, mikor jön villamos a vonalon, és akkor a szemközti oldalra is megpróbálom felvenni. Onnan szerintem jobban látszik. És most megint, ugye tilosat kapott, de most megy ki. Igen, így. És azon a vágány. Igen, a másik villamos meg ugye ezen a vágányon jött. És ott megy a távolba. Átmegy a fonódó szakaszon, onnantól már ismét két vágányú. Azt azért még elmondom gyorsan, hogy ilyen fonódó vágány Budapesten ez az egyetlen van. 2015 óta létezik. Korábban ugye emlékszem nem használták még meg, azóta megszületett vonalakon se. Ez a kis videó az ennyi lett volna, nem tudom mennyire látszott itt az utolsó videónál, amikor a másik irányba vettem fel az áthaladó villamos, de ez egy ilyen kis rövid videó lesz valószínűleg. Úgyhogy ezek az ennyi lett volna, és ezt akartam bemutatni. Nem, hogy Budapesten, az egész országban máshol ilyen fonódó hálózat nincs. Vagy ez a fajta fonódó vágány megoldás nincs. Korábban. Régebben nagy vasutakon volt egyébként a normális keskeny nyomtávolsággal együtt, hogy volt egy harmadik sínad a nagyvasúti vágányból, ahogy a keskeny nyomtávú vasút is tudja használni. De ott volt ilyen, meg a gaznak volt egy próbavágány a Népligetben, ami több nyomtávú volt. És közben úgy hallom, hogy megjön valami. Úgyhogy akkor köszönöm, hogy ezt is megnéztétek. Sziasztok!